Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. November 12-én és 13-án nyílt napoknak adott otthont az Árpád-fegyelem Katolikus Gimnázium és Technikum. A pályaorientációs napokra azokat a 8-os tanulókat és szüleiket várták, akik szerették volna megismerni a gimnázium mindennapjait. És nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves megjelent vendégeket itt a pályaválasztási nyílt napunkon. Köszöntöm az érdeklődő 8-osokat, szülőket, kedves kollégákat, iskolán tanulóit, akik részt vesznek ezen az eseményen. És ez egy hagyományos pályaválasztási rendezvény, talán ez jönik vissza a legjobb időkre. Azt a célt szolgálja, hogy bemutassuk az iskolában folyó képzési irányokat, lehetőségeket. Ez annál több, mint amikor szülői értekezletről, vagy osztályfőnöki órára részt veszünk, hogy nem csak én vagy a helyettes kollégám tartja a tájékoztatót, hanem annyival is igyekszünk autentikusabban lenni, hogy minden adott szakos tanár, vagy az adott képzést végző pedagógus mondja el a gondolatokat, tehát ez mindig egy kicsit bővebb szokott lenni. November 12-én és 13-án nyílt napot tartanak az Árpád-fejedelem gimnáziumban. Miről szól ez a kettő nap önöknél? Hát egy nagyon fontos része, és amely mind a két napot érinti, nyílt órák látogatására volt lehetőség. Mind a két nap 4 órát választottunk ki, ahol jöhettek a tanulók. Minden óra időtartamában 3 tanórát lehetett, 3 különböző órára lehetett bemenni, megnézni azt, hogy hogyan tanítanak a tanárok. Igyekeztünk úgy összeválogatni az órákat, hogy minden tantárgyra sor kerüljön, minden szakirányunk bemutatásra kerüljön, és éppen ezért voltak szakmai órák, ahol tényleg kifejezetten a technikumi tanulókat vártuk, hogy az iránt érdeklődőket. Voltak nyelvórák, voltak matematika órák, volt egy óra a Honvéd Kadét programmal kapcsolatosan, magyar óra, történelem óra, tehát tényleg minden olyan óra, ami tulajdonképpen jellegzetesség az iskolának, és a legfontosabbnak ítéltük, úgyhogy lehetőség volt órát látogatni mind a két nap délelőttjén, és a 13-án pedig 13:30-tól egy hagyományos ilyen iskola bemutató tájékoztató előadásra várjuk azokat, akikhez nem tudtunk eljutni. Nyilván nagyon sok általános iskolának a szülői értekezleteit, osztályfőnöki óráit ilyenkor körbejárjuk a kolléganőmmel, és tájékoztatást adunk az iskolai képzési lehetőségekről. Tehát ide azok szoktak eljönni, akik olyan helyről jöttek, hogy nem volt megfelelő az időpont számukra. Mekkora lehetőség ez a kisteleki diákoknak arra, hogy megismerjék a gimnázium mindennapjait? Én azt gondolom, hogy abszolút a legjobb lehetőség, hiszen azt szoktuk tanácsolni mindig általában is a pályaválasztóknak, hogy menjenek el abba az intézménybe, ahomit kinéztek maguknak, vagy ami érdeklődése tarthat számot, mert a legtöbb benyomást úgy szerezhetik meg a legtöbb információt, hogyha elmennek, hogy érzik magukat, milyen a légkör, milyen arcokat látnak bent. Néhány esetben a tanár is számít, hiszen szimpatikus nem. Itt is voltak olyan esetek, hogy megértették azt a kémiaórai magyarázatot. Tehát azt gondolom, hogy ez egy plusz dolog, mert akkor azt gondolhatják, hogy majd ha ide kerülnek, akkor is ugyanilyen tanulásban lehet részük, vagy ugyanilyen órákat látogathatnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy az a leghasznosabb, hogyha elmennek, és nem csak feltétlenül egy tájékoztatót néznek meg, hanem szünetekben a folyosón vannak, beleszagolhatnak az iskola légkörébe, beszélgethetnek a tanulókkal. Úgyhogy mi erre nyújtottunk most lehetőséget. Mik az elmúlt évek tapasztalatai? Mennyien szoktak jelentkezni a gimnáziumba? Hát ez nagyon változó. Ugye a tavalyi évünk ebből a szempontból jól sikerült, a mostani 9-eseink azt gondolom, hogy majdnem teljes létszámban vannak jelen. Előtte 2 év az nem volt annyira sikeres, tehát úgy mondom, hogy maradtak még helyek mind a gimnáziumi, mind a technikumi osztályba. Nyilván most is vannak, de azért azt gondolom, hogy
hogy most így azért feltöltöttük a szükséges létszámmal, úgyhogy igazán nem tudom, hogy mi az oka. Mi mindig igyekszünk maximális beiskolázási programot készíteni, vannak benne új elemek, vagy ha valami úgy érezzük, hogy népszerű, akkor azt minden évben megtartjuk. Úgyhogy mi igyekszünk. Aztán a diákok meg ők maguk döntik. Tehát nyilván nagyon sok helyre elmennek ilyenkor, nagyon sok élmény éri, nagyon sok minden befolyásolhatja őket, a család, a barátok, jó elsősorban azt gondolom az igény, vagy az a szakma, ami iránt érdeklődik, de biztos nagyon nehéz kiszűrni azt, hogy most melyik lenne számukra a megfelelő hely. A kisteleki betlehemezők csapata idén már 8. alkalommal nevezett az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány által szervezett nemzetközi betlehemes versenyre, amelynek első helyét Zsinórban 7-szer tudták elhódítani az elmúlt években. Stábunk betekintést nyert a kulisszák mögé is, hiszen ellátogattunk a csapat próbájára is, ahol már november derekán lázas készülődés fogadott bennünket. Az elmúlt évek sikerét követően idén is próbákkal készül a kisteleki betlehemezők csapata. Hogyan alakulnak a próbák az elmúlt hetekben? Hát most 8-adjára neveztünk a nemzetközi betlehemes versenybe, és október elején kaptuk meg a pályázati csomagot. A zsűri annyit tudunk, hogy elfogadta jelentkezésünket, sőt kifejezetten, hogy névre szólóan kaptuk már az utasítást, hogy jó lenne, ha idén is indulnánk. Megint több mint 100 csapat jelentkezett, úgyhogy a gyerekek azok gyorsan jöttek. Szeptember végén már ott a középiskolásaim kérdezték, hogy lehet-e nekik továbbra is szerepelni. Én örültem nagyon, mert most kevesebb a fiú az általános iskolában, és akkor el is kezdtük a próbákat októberben, mert hát november végén, december elején nekem már itt jelezték sokan a fölkérésükkel, hogy szeretnék, hogyha a karácsonyi műsorukat a kisteleki betlehemezők csapata adná. Úgyhogy mi októberben, novemberben próbákkal telik az időnk. Mennyi fellépés vár az adventi időszakban a fiatalokra? December 3-án a Mozgáskorlátozottak Egyesületénél fogunk szerepelni, december 9-én a Nyugdíjas Klubnál, december 17-én a Napsugár Otthonban, december 20-án az általános iskolának adjuk elő alsó-felsőnek 2 előadásban, utána a gimnáziumnak, és december 25-én pedig 10 órakor délelőtt itt várunk mindenkit szeretettel a város népének. Hány fiatal fog szerepelni a műsorban? Közel 100 szereplőnk lesz, úgyhogy föladja a leckét nekem megint az öltöztetés, meg a jelmezek előkészítése, mert hát itt már látjátok, hogy a templomban már, tehát időben el kell kezdenem ezt, de szerencsére azért vannak segítőim, és a varrónénik azok mellém álltak, és megint mondták, hogy szívesen vállalják, hogyha igazítani kell a ruhákon, vagy bármit varni kell, mert hiszen vadonatúj betlehemessel készülünk megint. Egy nemzetközi verseny keretében fognak a fiatalok szerepelni, de mit kell tudni erről a versenyről? Az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány írja ki minden évben ezt a versenyt, egész Közép-Európára vonatkozik, tehát nem csak magyarországi csapatok jelentkeznek, hanem a kis Magyarországon kívülül nagy Magyarországon élő magyar betlemező gyerekek, és hát minden évben több mint 100 csapat jelentkezik erre a versenyre. Mi 7-szer indultunk, 7-szer megnyertük. Hát most is reménykedünk. A zsűri ugyanazokat a szempontokat adta meg idén is, kicsit szigorított abban, hogy a Facebook, ugye nem csak betlemes naplót kell vezetnünk, írásban dokumentálni az eseményeket, az előadásokat, fényképekkel, aláírásokkal az intézményvezetőktől, hogy ott jártunk, mennyi adományt gyűjtöttünk, de most a Facebook oldalon is ugye tavaly jelentünk meg először, és most megint pontszerzési lehetőség van. Ugye minden felvétel, minden cikk, minden olyan, ami megosztható és lájkolható, az pontot ér. Úgyhogy ezért nagyon kérjük a kistelekieket, hogy álljonak mellünk, és a nem kistelekieket is, hogy ha tetszik az előadásunk, akkor osszák meg azt bárkivel, mert az annyiszor sokszorozódik a pontunk, tehát rengeteg pontot gyűjtöttünk egyébként ezzel is, tehát már körülbelül 2000 ismerősünk van ilyen tekintetben is, úgyhogy ennek is örülünk nagyon. És hát az adománygyűjtés az megint maradt. Most ebben az évben a Böjte Csaba átya által nevelt árváknak gyűjtünk Erdélybe, a
Szent Ferenc Alapítványnak, tehát oda fogjuk küldeni most, mert ugye volt az árvíz, ami sújtotta ugye itt a Kárpát-medencét is, és hát őket is, ugye tudjuk, hogy a gyerekeik el vannak helyezve nevelőszülők házainál, és bizony ott is bajok keletkeztek, tehát szeretnénk rajtuk segíteni ebben az évben. Próbák jelenleg is zajlanak. Hol tartanak a fiatalok jelenleg? Hát a szövegkönyvet azt közösen gyúrtuk ki, az megálmodtam, hogy az Ószövetségi Mózes fogjuk most kidomborítani. Mózes az előképe Jézusnak, ő az Ószövetségben, aki megmenti a zsidó népet, és behoz egy keresztet, amit Isten kér tőle, hogy ezt mutassa föl, egy részkígyót felerősítve rá. Ezt a történetet a középiskolások fogják jobban vinni, mert azért ez egy nehéz megjelenítés. És hát most a pásztorokkal, az angyalokkal azt elkezdtem már, ugye Máriának a bejövetelét a kis Jézussal, tehát ezt már csináljuk a kisebbekkel is, és egészen jelenetekként már megvan az előadás, úgy érzem, hát összerakni még nem tudjuk, azt majd csak november 29-én az utolsó pillanatban, amikor a középiskolásokat elengedik az iskolából, mert ők nagyon-nagyon lelkiismeretesek abban, hogy hát ugye este érnek haza későn, és hát este 6-tól 8-ig vállalják azt, hogy ők tényleg hullafáradtan megérkeznek a buszon, leesnek, és akkor jönnek ide, és akkor próbálnak velem, tehát ennek nagyon örülök, hogy ennyire akarnak és csináljuk. Tehát így jelenetekként összeállt a darab. Gyertek, fajtásik! Táncoljuk a kis Jézus születésére! Egyet! Bárcsak régen felém jönne volna, látod, fajtás, most állottak volna, már is megnyül a fülembe, az a fogása, hogy a Jézus született, vagy az Isten korom. Mennyire nehéz feladat összeegyeztetni ezeket a próbákat? Nagyon nehéz feladat, mert hát itt sokszor, amikor majd itt már összeengedek egy-két jelenetet, akkor egy-két szerepet éppen ezért, mert középiskolásokról van szó, akkor nekem kell beugrani, és akkor mondani a szöveget, és ugye a gyerekek azok ilyenkor, tehát meg hogy értsék, hogy nem én fogom játszani, de hát az más, amikor ide áll majd egy idegen úgymond szereplő, és beáll, de hát meg szoktuk oldani ezeket a dolgokat. Már ebben rutinusak a gyerekek. Az itt összeállított karácsonyi betlehemező műsort kiknek ajánlaná? Mindenkinek ajánlom, mert az a címe most az idén, hogy a fáraó karácsonya. Az egyiptomi birodalomban, ugye, mint mondtam, a zsidó nép fogságba volt, háborúskodtak, rabszolgasorba süllyedtek, tehát sok minden érte őket, és tulajdonképpen ez a történet leképezése a mának, mert ma is ez van a világban, hogy vannak olyan politikai vezetők, akik azt gondolják, hogy úgy uralhatják a világot, hogy másokat lenézve, lerohanva, majd ők megmutatják, hogy ők az Isten. És annyira szép a történetben, hogy ez a fáraó ugye először a darab elején valóban az Istent játssza, és mindenkit leigáz, de a végén rájön arra, hogy semmit sem ér az ő birodalma, és hogy nem is boldog igazán már, és akkor rátalál arra a kis Jézusra, a királyokkal együtt, és leborul elé, és belátja, hogy Isten nélkül nem lehet igazán boldogan élni. Negyedik alkalommal rendeznek téli teremlabdarúgó bajnokságot Kisteleken. Az idei megmérettetése november 22-ig várják a csapatok jelentkezését. A bajnokság a november 25-i sorsolást követően november 30-án szombaton kezdődik. Természetesen nem csak a csapatokat, a lelkes szurkolókat is várja városunk sportcsarnoka a játéknapokra.
idén télen már negyedik alkalommal rendeznek téli teremlabdarúgó bajnokságot itt Kisteleken. Mit kell tudni erről az eseményről? Így van, ez már a negyedik bajnokságunk lesz. Nyilván a cél az volt, hogy itt Kistelek és környezetében, a környező falvakban télen is tudjunk olyan sportolási lehetőséget biztosítani a erre vágyóknak, hogy itt kultúrált körülmények között, a csarnok adta lehetőségek között azért elég magas színvonalon tudjuk ezt megrendezni. Úgyhogy idén is a foci bajnokságok végeztével télen is lesz arra lehetőség, hogy akiket érdekel ez, akkor egy foci bajnokságot tudunk szervezni az önkormányzat szervezésében. Annyit kell tudni, hogy a nevezési díjak azok nem változtak, tehát 120 ezer forint a nevezési díj, és ami nagyon fontos információ talán az, hogy körülbelül egy 20 csapatot tudunk fogadni. Ez azért van, mert a csarnoknak a szabad ideje, meg a kapacitása korlátozott, tehát egy durván 8-9-10 napunk van arra, hogy a tornát le tudjuk bonyolítani. Ehhez nyilván 30-40 csapatot nem tudunk fogadni, úgyhogy ezért van benne a kiírásban az, hogy csak az első 20 csapatot tudunk maximálisan fogadni. A csapatok azok 15 fővel nevezhetnek, és ugyanaz lesz a lebonyolítás, mint eddig is volt. Tehát ha lesz 20 csapat, akkor valószínűleg 2-10 fős csoportot tudunk indítani, és aztán, hogyha kialakultak a helyezések, akkor keresztbejátszással döntjük el, hogy végül is kinyerni meg a bajnokságot. Mik az elmúlt évek tapasztalatai, mennyire népszerű ez a téli teremlabdarúgó bajnokság? Hát azt tudom mondani, hogy elég népszerű, de meglepően, ugye a szervező csapat az változatlan, mind a 4 évben ugyanazok a személyek vannak benne, mind az 5-en, úgyhogy ez idén is ugyanígy lesz, és azt vettük észre, hogy az a kérésünk, hogy itt nyilván sportolás mellett a fair play-re is mindig fölhívjuk a figyelmet, hogy nem mindig az a fontos, hogy ki nyeri meg a meccset, hanem hogy megizzadjunk, játszunk egy jót, tudjunk kezet fogni a végén, a jobb az nyer, a szerencsésebb nyer, ha veszítettünk, akkor levonjuk a tanulságot, és jövő héten újra megpróbáljuk. És ez egy egész napos program, nyilván, hogyha 20 csapat van, az annyi meccset jelent, hogy reggel 9-kor elkezdjük, és akkor amikor este 9 órakor végzünk, de és azt látjuk, hogy egyes csapatoknak tényleg népes szurkolótábora van, egyre bizonyos meccsekre, meg rangadókra azért benépesül a csarnok, és ez ilyen családi elfoglaltságá válik, hogy a csapatoknak a hozzátartozói, barátok, rokonok itt vannak és szurkolnak, és bizony, hogyha tele van a csarnok, akkor jó érzéssel tölt el bennünket, hogy végülis ez volt a cél, hogy focizanak is, meg a szurkolókat is kiszolgáljuk. Akkor ezt elmondhatjuk, hogy a szurkolói hangulat is garantált ezeken a mérkőzéseken. Hát így van, nyilván minden csapatnak szíve joga, hogy hozzon szurkolótábort is, ezt már nem visszaervezik, ez rajtunk kívül, de nyilván ingyen mindenki bejöhet, és ha akar látni egy foci meccset, meg szurkolni, az biztos, hogy kellemes kikapcsolódás itt a téli időszakban. Milyen várakozásaik vannak az idei versenyt illetőleg? Hát nagyon bízunk abban, hogy mint az eddigi 3 évben is ez a 18-20 csapat azért jelentkezni fog, és ez már biztosítja azt, hogy azért voltak itt nívós csapatok, és akkor nem akarok neveket mondani, de azért van elég jó színvonalú fiatalok, ügyesek, gyorsak, tehát jó színvonalú meccseket tudtunk rendezni. Nyilván az orvosi háttér biztosított, a játékvezetők biztosítottak, az öltözők kulturáltak, úgyhogy minden adva van ahhoz, hogy tényleg egy jó bajnokságot rendezzünk le. Nyilván az is hozzátartozik, hogy a végén azért tudjuk díjazni a legjobb csapatokat, az első 3-at nyilván oklevéllel, a legjobb játékost, a gólkirályt, a legjobb kapust, azt mindig külön díjazzuk, és a végén mindenki jó szájízzel megy haza, mert ugye ez elkezdődik november végén, ami fontos időpont ugye az, hogy a bajnokságot most november 30-ával szeretnék elkezdeni, nevezni 22-éig lehet, és 25-én 18-ra tájékán, de arról majd a csapatok értesítést fognak külön e-mailbe kapni, hogy pontosan mikor, de talán 18-ra akkor lesz a sorsolás, ami eldönti, hogy ki mikor játszik, meg ott majd egyéni kívánságokat is egy bizonyos mértékig figyelembe tudjuk majd venni. Kik jelentkezhetnek a bajnokságra? Fontos, hogy igazolt labdarúgók legyenek? Nem. Ez úgy hívjuk, hogy egy nyílt terembajnokság, tehát bárki, aki úgy érzi, tehát haveri, baráti csapatok meg, akik NB-s bajnokságokat is megjártak, olyan játékosok is vannak, vegyes, nyilván mindenki tudni fogja,
párforduló végeztével, hogy kik azok, akik esélyesek itt a bajnokságot megnyerni. Nyilván akik nagyobb játékos múlta rendelkeznek, vagy esetleg magasabb szinten van, ahol futballoznak, de ők hozzák a szint, ők hozzák a jó meccset, de közben meg ez az érdekes benne, hogy az utcáról bejövő játékos, aki életében nem volt igazolt labdarúgó, de ő is játszhat ilyen csapattal, és akkor érzékelheti azt, hogy mi a különbség egy igazi labdarúgó között, vagy aki csak hobbiból űzi ezt. De érdekes meccsek szoktak azok is lenni, és néha az idősebb csapatok is egész jó helyt tudnak állni a fiatalok ellen. November 16-án a Csongrád-Csanád vármegye harmadik osztályának 13. fordulójában városunk labdarúgó csapata a Tápi gárdáját fogadta hazai pályán. A kevés gólhelyzetet hozó mérkőzés ezúttal a Tápi 2-0-ás sikerével zárult. A vereség a hazaiak 4 meccses győzelmi szériájának végét is jelentette. Csongrád-Csanád vármegye harmadik osztályának 13. fordulójában 2-0-ás vereséget szenvedtek ezúttal a Tápi csapat ellen. Hogyan lehet értékelni a mai mérkőzést? Hát elég nehéz még most így meccs után egyből. Hát tudtuk, hogy nehéz, én mondtam is a srácoknak, hogy ez nehéz meglepetés csapat, tehát nem a tabella helyén kell, az szerint kell ítélnünk. Nagyon nehéz, ők is ugyanazt a taktikával játszottak, mint mi, hogy elzárjuk a területet. Keményen játszottak, ők oda-oda rugdostak, igazából védekeztek minden áron, láttuk, hogy tudtuk, hogy ez így fogják csinálni. Voltak helyzeteink, az első fél időben nagyon kevés helyzet volt sajnos, második fél időben ugye megvoltak a helyzeteink, de minden fölé, tehát nagy gólokat akarunk rugni. Sajnos most ez kaptak, vagy beesett egy gól, sajnos ez kicsit potyaízű volt, benne van a mérkőzésben, utána kitámadtunk, hogy nincs mit őrizni. Kettő jó védekező szervezett csapat találkozott a mai napon. Hogyan készültek a mai találkozóra? Hát, tudtuk, hogy ez így lesz, hogy tehát teljesen visszaállnak ők is. Próbáltuk, hogy edzésen is ezt a kispasszos játékokat játszani. Nem jött össze, tehát sajnos ezt ők is tudták, meg tényleg nem is nagyon az volt, hogy most mindenki íveget, hanem próbálta ők is felhozni a labdát. Mi ezzel készültünk, próbáltunk, sajnos nem jött össze, nem lehet mindig nyerni. Mai napon kite gól nélkül maradtunk. Mi hiányzott a gólhoz? Egy kicsit úgy éreztem, hogy ez a több győzelem után egy kicsit úgy elengedtünk, hogy ez biztos megvan. Fejben nem voltunk annyira összeszedtek, illetve nem voltunk annyira magabiztosak. Hiányzott most jobban, az akarat hiányzott, láttam a csapatban egy kicsit. Az első fél időben több sérülés is történt. Mit lehet tudni a sérültek állapotáról? Hát igen, sajnos én szerintem ezt a meccset is befolyásolta a két sérülés, mert két úgymond alapember, akire számítottunk, építettünk, az kidőlt. Elméletileg minden, tehát a Ricsinek az valószínűleg egy boka, edzésen is kis húzta a bokáját. Geri az comb, remélem nem szakadt, tehát a combját nagyon fájlalta, nagyon szúr neki. Bízok benne, hogy nincs nagy baj, és jövő héten már bevetők lesznek. Hátra van még egy mérkőzés, egy elhalasztott mérkőzés, az Apátha ellen. Hogyan fogunk készülni arra a találkozóra? Igen, tehát ő is hasonló csapat, mint mi. Igazából sokat őről se tudunk, mivel ebben megyében újak vagyunk, úgymond, tehát megye 3-ban. Mindenképpen ugye ez a fölállá, vagy úgy mondom, hogy ez a játék stílusra próbálunk készülni. Reméljük, hogy gólokat sikerül lőni. Tehát összejönnek azok a dolgok, ami most, hát azt mondom, még szerencsénk se volt, mert legtöbb pattantott, minden oda pattant hozzájuk. Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben ellátogatunk az ópusztaszeri bürgetanyára, betekintést nyerhetnek Zelei György zarándok hátizsákjába, és Kátai Piroska a Magyarok Országos Gyűlésén tartott előadását is megtekinthetik felvételről. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!